Mi a legrosszabb, ami a legjobban hiányzik? Hát az nyilván a családom, azon része, aki nincs itt, és a barátaim. Hát mondjuk anyukád, igen. Hát mondjuk például anyukám, igen. Tehát, hogy abba belegondolni amúgy, és most egy könyvbe lábad a szemem, abban a pillanatban erre gondolok, hogy így mikor láthatom újra, akkor így kiborulok tőle amúgy, és ezzel nyilván nagyon sok ember van így, hogy nem találkozik az anyukájával, az apukájával, a, nem is a testvérével. Nekem hál' Istennek itt van az édesanyám, de hogy nyilván nekem is így van a családom, a barátaim, és tudod, mi hiányzik nagyon? Nekem például a fiús dolgok. A fiús dolgok, egyik nap rájöttem, hogy nagyon hiányoznak a fiús programjaim. Barátaimmal a beszélgetések, a bármilyen sport, ahova járunk, hogy nekem az nagyon hiányzik előttem el. Most mi van? Semmi. Miért hát nem csak tényleg belegondoltam, hogy ki tudja, meddig lesz ez. Szevasztok! 2020. április 10-e van, ugye? Uh-huh. Az azt jelenti, hogy most már 35. napja vagyunk itthon a házi karanténunkban. Nagyon ez hihetetlen. Komoly. Több mint egy hónap. Nagyon durva. Itthon. Csak és kizárólag akkor hagyjuk el a házat, hogyha elmegyünk bevásárolni. Azt is felváltva szoktuk, tehát egyszer az Adél megy, egyszer pedig én. Illetve, hogyha kimegyünk mondjuk futni egyet itt a ház körül, vagy sétálunk, bicajozunk egyet, mi egy faluban lakunk, egészen pontosan még a falutól is 2 kilométerre, az erdő szélén, ahol itt mellettünk folyik egy folyó is, és hát emiatt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy anélkül, hogy bárkivel érintkeznénk, tudunk itt nagyokat sétálni, van egy gyönyörű szép nagy rét, meg mezők vannak mindenhol igazából, mondom, erdő, folyik egy folyó, mászkálnak az őzek, meg a nyulak, friss a levegő. Ja, és bocsánat, a múltkor a házunkig jött az őzike. Itt igen, volt nagyon vártuk már ezt a pillanatot. Igen. Mindig mondtuk, mikor jön, nem lehet, hogy itt az erdő. Igen, mert azt tudtuk, hogy az erdőben laknak, de igen. Ennyire közelről még nem sikerült őket megnézni. A napjaink eléggé monotonak abból a szempontból, hogy nyilván nem hagyhatjuk el a házat. Akinek van gyereke, egy vagy kettő, vagy akárhány, az tudja, hogy azért nem egyszerű két kisgyereket lekötni napi, nem tudom, 12 órában. Mert ugye mi gyerekeink nagyon nem szeretnek aludni, nem. Amúgy ezt tudni kell róluk. Igen. Szóval nem egyszerű velük, ráadásul óriási a mozgásigényük is. Apa! Apa! Igen, kicsim? Mit szeretnél? Kimenni az udvarra? Én is jövök mindjárt, igen, életem. Jövök, csak még egyelőre épp, hogy reggelizni tudtam, és még konkrétan vécére nem volt időm elmenni, életem. A legtöbben azt gondolják, hogy most, amikor otthon van az ember, akkor jobban ráér, de hát ez valahogy nem így van. Van. Sok ideje van. Ez nem igaz. Nem tudom nálatok, hogy van nálunk, ez nem így van. De mi tényleg azt tapasztaljuk amúgy, hogy repül az idő. Egyébként olyan dolgokat csinálunk, amiket eddig nem. Adél például a konyhában a fűszereket és a teafiltereket. Vásárlási dátum, lejárási dátum, szín és szag alapján rendezte nagyjából. Tehát, hogy így, de én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de tényleg az van, hogy azt mondom, hogy jó, akkor most megcsinálom. Mindig halaszgattam, azt mondtam, hogy na, jó, hát ez igen, most hát akkor ezért fontos. Mondtam, igen, hogy ilyen dolog. Igen. Na gyerekek, hát eljött a nagy pillanat, karantén frizurám lesz. Soha életedben nem vágtál még hajat? Ne, így jó. Kell menni vele? Aha, igen. Úristen, tudom le a hajat. De mit csináltál? De nézzem, de szívasan, de meg van hagyva az egész. De most tényleg nézzem, itt konkrétan, itt mi? Ezt nem gondoltad levágni? Vagy, vagy itt ezt nem gondoltad, hogy itt levágni? Vagy mi? Meg hát, mit csináltál, baby? De tényleg, itt elől ezt nem gondoltad? Baby, hogy nézek ki most komolyan? Tényleg nézd már? Mindjárt, tényleg mindjárt elsírom magam, komolyan. Annyira vicces! Ez valami borzasztó lett. Semmi érzéke nincs az Adélnak ehhez, mert ez már biztos.
Na nézzük akkor, hogy hogy néz ki egy napunk. Ez természetesen nem mindig így van, csak úgy nagyjából így néznek ki a napjaink. Először is van mindig egy kis vita korán reggel, hogy akkor ki mikor kell. Én nem vagyok egy koránkelő, és szeretek mondjuk olyan 8-ig, 8:30-ig, 9-ig, 9-ig aludni. A gyerekek azok ugye olyan 6:30 körül szoktak kelni, jobb esetben 7-kor, és általában az Adél kell fel velük, mert ő könnyen fel kell. Könnyen? Ezt csak te gondolod így, hogy könnyen. Jó, tisztázzuk le. Én tényleg koránkelő típus vagyok, imádom a reggelt, szeretem olyankor a fényeket, az illatokat, minden. Oké, de ennek ellenére én is fáradt vagyok. Ennek ellenére nekem is nehezemre esik felkelni. Kerek, tudom, hogy nem bírod elviselni, hogyha nem vagyok fent. Egy szemtusz nélkülem meglenni. Nem arról van, hogy nem tudsz nélkülem meglenni. Milyen dolog az, hogy minden áldott nap te vagy az, aki tovább alszol. Értem, csak az a baj, amikor én kelek fel a gyerekekkel, akkor ő 5 perc múlva, jó reggelt, lejött, és ott van, érted? Igen. Akkor, ha érted, tehát, hogyha fel kell, akkor kelljen ő. Hát, hogyha ilyen boldogan fel kell, mikor még nem kéne kelni, akkor is fel kell, hát akkor kelljen fel. Amúgy meg neked nem mindegy, hogy mit csinálok. A lényeg, hogy te kelsz fel a gyerekekkel. Lényeg, hogy reggel van egy apró kis vita, de tényleg nagyjából minden reggel, aztán ezen túllépünk egy adott ponton és megreggelizünk. Igen. Na, utána az szokott lenni, hogy minden nap most próbáljuk besűríteni, hogy egy kis edzés, kis mozgás legyen. És ebben nem is az az érdekes, hogy én mozgok, mert én végsporthatom az életemet, de itt mellettem lévő kollégina, az 25 év után most megismerkedett a mozgással. Szia, baby! Lejöttem hozzá kicsit edzeni. Tudod, hogy milyen régóta vágyam amúgy rá, hogy újra elkezdek edzeni, vagy hogy igazán elkezdek edzeni, és de ez a karatélét tette ezt számomra lehetővé, vagy ezt hozta ki belőle. Egyszer egész másként indul a napom amúgy, teljesen más energiáim vannak. Nem tudom, fittebb vagyok. Akkor mondjuk azt is el. Mi a baj? Szóval, ha már itt tartunk, akkor azt is el kell mondani, hogy Adél egy igazi háziasszony lett. Bocsánat, csak látom, hogy Adél kijött a kertjébe. Hát mutassuk meg, tavaly kézzétek el ültetett az Adél. Igen. Mutatom. Jó. Oké, egyébként meg tele van madársalátával, 3 darab új hagyma bújt ki. Igen. És ami még itt található, az egy kis kapor, pont azért jöttem kapor, ki, igen. Egy kis kaporért. Van egy kis metélő hagymánk, citromfűvünk, és a már leszedett medvehagymánk. És természetesen van levendula és rózsa is, szóval psz. Mint pozitív meglepetés, mint kellemes csalódás, mint... Hát most úgy csinálsz, mintha nem tudtad volna, bocsánat, hogy amúgy... Nem, én csak... egy jó háziasszony is tudok lenni. Hát azért eddig én nem láttam, hogy te 4 kézláb, mi az a kád... fölött gubbasztva subickolod az asztalterítőt, tehát ennyire még azért nem mentél bele a dolgokba. Igen. Meg főzni sem szoktál főzni. Nagyon sokat szoktam főzni. De nem ennyit, mint most. Hát ma, mostanában minden nap kitalál valami kis újdonságot, valamivel kísérletezik, csinál egy kalácsot nekünk, kenyeret süt, próbál egyik nap egy ilyet, másik nap egy olyat, ez nem sikerült, a másik az nagyon jó lett, jó, akkor azt továbbfejleszti, tehát hogy így azért ennyit nem állsz a konyhában általában. Ma arra gondoltam, mivel a hűtőbe találtam egy kis maradék gombát, hogy tudom, hogy nem szereted a gombát, de most csináltam egy ilyen kis gombakrémlevest, azt viszont szereted. Úgyhogy maradék gombából gombakrémleves, és mit találtam a pincében? A mamusz lecsója? A mamusz elrakott lecsója. Most, hogy jó idő van, így azért egy picit könnyebb, mert legtöbbször az, hogy a gyerekek kijönnek a kertbe reggel, nem tudom én, 10 körül, és este 6-7-ig kim vannak, ami nyilván azt jelenti, hogy egész végig kim vannak, hanem csak az, hogy... De hogy így a bázis ki, aki, a bázis az kim van, kerül. Igen. A gyerekek azok játszanak a kertben, vízipisztolyoznak, autót mosnak. Nagyon szép tiszta lesz ez az autó. Egyszer én a pocsibóval csináltam. Igen? Jaj.
95. perc, hosszabbítás, Bajnokok Ligája döntő, Isten eltél a labda, 6. ember cselezi ki, gól! Felveszed, hogy anyával tollasozunk? Az de jó! Na gyere, tessék, vedd! Anya is legyen benne, meg apa is! Ki fog nyerni szerinted? Te! Én magam? Köszönöm! Köszönöm! Hello! Tessék! Az legyen benne, Tana, hogy apa csinálja a pontokat! Persze! Egy! Kettő! Három! Négy! Öt! Hat! Ádin, anyát nem láttad véletlenül? Hol van anya? Hoppá, ott a huncud, elkaptuk a betyárt! Ott van! Bokorba menjünk be! Gyere ide! Ide! Oké! Okay. Csend! Nem talált anya minket! Ne! Adél egyébként minden nap próbál a gyereknek kitalálni valami kreatív játékot. Nagyon cuki dolgokat szoktak egyébként csinálni. Rajzolnak krétával a betonra. Te mit rajzolsz, kukac? Ez kit lesz? Tó. Én vagyok. Akkor a múltkor mit csináltatok? Kezet festettetek és ilyen papírra rányomtátok. Igen. Nagyon erősen oda nyomjuk a papírra, gyerünk, mehet! Figyelem, 3, 2, 1, felemel! Tadám! Igen, kicsit sokat rakni. Nagyon ragacsos, igen. Csináld úgy, hogy szétnyitod így az ujjaidat. Úgy, nagyon jó lett. Nagyon ügyes. Gyere már, csak egy kicsit. Meg vagyok. Akadálypályát csináltatok. Tényleg, igen. Székek alatt kúsztunk át, bukfenceztünk a párnán, közben kis kátyácskákat kellett összegyűjtögetni. A kedvencem az volt, amikor felragasztottatok a padlóra ilyen szigetelő szalagból különböző formákat, meg betűket, és akkor azok voltak az állomások, és egyik állomásra a másikra úgy lehetett eljutni, hogyha nem tudom, valamilyen figurát csináltatok, mint táncoltak, vagy pingvijárásba mentek, vagy pókjárásba. Igen, ugrálva, fél lábon, hátrafelé. Igazából próbálunk tényleg így kimaxolni mindent. Tehát, hogy nyilván az alapoktól a rajzoljunk, festegessünk, ragaszgassunk, színes papírokból vágjunk ki virágokat, meg szívecskékettől kezdve, amiket már elmondtál. Apa, anya, akkor olyan ötletem van, igen. Megcsináljuk-e? Megyünk a tűzoltót. Na, hát akkor indulás! Ja, és bocsánat, egyik nap bábszínházasztunk. Az nagyon aranyos volt, azt imádták. Nagyon-nagyon régóta volt ez, igen. Már álmom amúgy, hogy a gyerekeknek távozzunk, igen. És most végre rá tudtalak téged is venni, meg végre a gyerekek is akkorák már, hogy ezt élvezzék. Fogadják sok szeretettel a színpadon Banán Joe! Sziasztok, gyerekek! Én vagyok az elefánt. És készültem nektek egy dallal. Laterne, laterne. Kicsit be van rekedve a torkom, úgyhogy majd lehet, hogy szükségem lesz egy kicsit a segítségetekre. Híres nagy vadászok, jobb, ha félreálltok. Szóval az elmúlt napokban a délutánokat a kertben töltöttük, este még el szoktunk gyalogolni, ide megnézni a bocikat, meg a kacsákat, a réten, meg itt a folyóban. A gyerekek kedvenc programja. Imádják, mindig, anélkül nem érhet véget a nap. Aztán meg kezdődik az esti rutin. Megyünk fürödni, fiúk, gyertek! Meg kell mosakodni, mert nagyon koszosak lettetek a nap végére. Gyertek! Fürdés, anya? Igen, engedem a vizet! Fürdetés, meseolvasás, kakaó, alvás, és mire elalszanak, addigra mi is annyira fáradtak vagyunk, hogy nagyjából bedőlünk az ágyba, kivéve, hogyha esetleg megjelenik az új sorozatom, mert akkor arra kattanok egy kicsit, és akkor azt éjszakáig nézem, és ezért nem tudok egyébként reggel felkelni, és a mókuskerék kezdődik előről. Ez az ördögi kör. Fel kell állnunk közben, mert a gyerekek támadnak most már.
Aja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 j
Egymásra és a szeretteitekre, és ami ennél is sokkal fontosabb, érezni fogjátok, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, illetve kövessetek bennünket Instagramon, Facebookon, mindenhol fenn vagyunk, és a leírásban ott vannak az official oldalaink. Igen, és osszátok meg ezt a videót. Szevasztok! Nézze végig a forgatásnak, kilép a képből, hallod? Vissza kell vinnem a szőnyegeket a lakásban. Tudod, a pedig kíváncsi vagyok. Legalábbis szerinted... Szia, baby!